mai napig is még több száz olyan közterületi elnevezéssel találkozhatunk, amely teljesen egyértelműen a kommunista diktatúra nyomait őrzi. Mi kormánypárti képviselők egyértelműen úgy gondoljuk, hogy Lenin utcára, Vörös Csillag utcára vagy Tanácsköztársaság utcára 2012-ben egyértelműen már nincsen szükség. Tegnapi este folyamán szavazta meg a parlament az egyes törvényeknek a 20. századi önkényolmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot. Cég, civil szervezet, sajtótermék elnevezésében nem szerepelhet, illetve közintézmény vagy közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a 20. századi önkényolmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be, illetve olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható. A norma szöveget úgy megfogalmazni, hogy mindenki számára teljesen egyértelmű legyen, hogy melyik az érintetti kör, amit mi mindenképpen megváltoztatásra méltónak találunk. A kétség esetén a törvényjavaslat tartalmazza, hogy a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását kell bekérni. Tehát a közterületi elnevezések vonatkozásában már 2013. január 1-től meg kell lépni az önkormányzatoknak a szükséges lépéseket. Minden más esetben pedig van egy türelmi idő. A cégek, civil szervezetek, sajtótermékek, közintézmények esetében 2014. január 1-től kell megfelelni a jogszabályi előírásoknak. Ezzel a jogszabállyal, amit tegnap elfogadott a parlament, egy főhajtást tettünk a 20. századi önkényuralmi rendszerek áldozatai előtt. Mondhatom azt is, hogy ez egy megkésett főhajtás a parlament részéről. 1956-ban a szovjet csapatok Budapest felé vonulván, Örkényben egy érdeklődő civil csoport előtt megálltak a harckocsik, és miután felszólításért a levegőbe lövés után nem távoztak ezek a civil emberek, egyszerűen közéjük lőttek, és hát közöttük meghalt például egy 2 éves kislány is, Marika. Ezen a településen, Örkényen, a mai napig viseli az önkényuralmi rendszer diktátorainak nevét, tehát Marikáról nem tudnak és nem beszélnek Örkényben, viszont minden nap elindulnak munkába, iskolába, a Lenin utcából, a Samueli utcából az emberek. Örülök annak, hogy egy olyan településnek lehetek a vezetője, ahol az első önkormányzati választás után ez a probléma megoldódott. Én már úgy kerültem a polgármesteri székbe, hogy ezzel nem kellett foglalkozni, és hát sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebb dolga volt az embernek valóban a napi problémákra fókuszálni, azokkal foglalkozni. A normális emberi életnek a része az, hogy lakjak, éljek, munkám legyen, de az is, hogy becsületben és tisztességben éljek. Ugyanez érvényes a társadalom minden sejtjére, minden szövetére, ezért én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos jogszabályt fogadtunk el, annak ellenére, hogy nagyon sok társadalmi problémával kell megküzdeni. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség indította útjára azt a honlapot, ahol az állampolgárok bejelentést tehettek, és a kifogásolható közterületi elnevezéseiket megnevezhették. Ezúton is üzenünk számukra, hogy a jelzésük nem volt hiába való, hiszen a döntéshozókig eljutott ez a kérdés, és nagyon reméljük, hogy ezt hosszú távon rendezni is tudjuk. A törvényjavaslat kimondja az általános illetékmentességet, tehát most már nem hivatkozhatnak arra az érintett önkormányzatok, hogy ez anyagilag megterheli az ott élők pénztárcáját, hiszen ezt az állam átvállalja. Másrészt pedig a cégek részéről is, hogyha esetleg a cégnek a székhelye emiatt hát ugye megváltozik, vagy a névváltozás miatt új név szerepel majd ezekben az iratokban, ez is illetékmentességet élvez. Tehát felmerült, azt hiszem, még amikor támadták ezt a törvényjavaslatot, hogy ugye vannak olyan sajtóorgánumok, mint a Népszava vagy a Népszabadság, akinek akkor ezek után majd biztos féltenie kell a nevét, nem kell félteniük. Azokban az esetekben, hogyha Horthy Miklós például azon a településen született, akkor azt hiszem, hogy annak a településnek a döntési joga az, hogy szerepel-e ott közterület Horthy Miklósról. Én ezt elfogadhatónak tartom. Pártszerveződés esetében itt is egy közvetett összefüggésbe hozatal jöhet. Tehát, hogyha itt az egyéni véleményemet kérdezi, az én megítélésem szerint a munkáspárt kifejezéssel ebben az esetben, tehát a törvény nem vonatkozik rájuk, tehát nem kell nevet változtatniuk.